Üdvözlöm a kedves nézőket, itt vagyunk a Fehérvári út 247-es szám előtt, ahol a Budafok kocsiszín található, és mindjárt egy gyors kutyafuttában végignézzük, mert elég későn érkeztem a helyszínre, de hát a hátra lévő 2 óra valószínű elég lesz. A bejáraton behaladva már is nosztalgia villamosokat és szép nagy tömeget lehet látni. Nézzük akkor, hogy mik is vannak itt. A gyerekek részére játszóházat állítottak fel. Az új csarnokban a Fehérvári út felől vannak számozva a vágányok. És amit meg lehet állapítani, mert nyitva van, hogy a mosópálya a 6-os vágányon helyezkedik el. A csarnok mögött van egy nagyon szimpatikus fedett rész. A szabadtér itt most jelenleg büfé üzemel. És mindjárt mellettünk a 1441-es ipari csuklós van kiállítva, ezen majd mindjárt végig is sétálunk, mert ez per pillanat úgy tűnik, hogy viszonylag üres. Legalábbis ez a fele, hát akkor a közepéig sétálunk végig, hogy lásson iparit, aki még nem látott. Szép terepasztal is van itt egy csarnokban. Csak az a baj, hogy műszakiznak épp a villamosok, szünetel a közlekedés. Kettő-nyolcvanas Ikarusz is van a pályán. És nem utolsó sorban egy szép hannoveri. Sőt, mi több, most látom, hogy már egy 5 modulos pappalackot is beszerezte. Íme egy 270-es. És nem maradhatnak ki gyerekkorom járművei, a legendás 55-ös és társai. Nem találtam meg a megoldást. Mi lett az egyik? Megy az egyik. De jó lenne neked is egy ilyen terepasztal. Hát, sosem pénzbe kerül, meg időben. Igaz? Nem úgy, hanem milyen villamos, hanem milyen villamosok kellene. Itt egy hív, majdnem pofán fényképeztek, úgyhogy én most visszahangzom. Ott van a sarokba. Itt vannak a klasszikus nosztalgia járatok, 26, 24, 42, 63 és a 1074. A 1074-en talán végig is tudunk sétálni, ha nincsenek nagyon sokan. Szép kis fapados utasterén. Ez még nem használható. Ez már egy kicsit más, mert ez a légszék. A régi villamosokon még inkább a légszéket használták. Ez szintén egy ilyen kar, és akkor ha erre mozdítom, erősíti a féket, ha erre, akkor gyengíti a féket, és ezzel tudtuk szabályozni a megállást. Nézzük meg kicsit közelebbről a 34-30-as múvat, bár nosztalgia járatként rendszeresen lehet vele találkozni. Ameddig lehet, addig kicsit végig is sétálunk rajta.
Ez a BKV üléses verzió. Jó. Főállások. Középen ezzel a csini szimpla hajtajával. Nyílik el az ajtó. Nyílik. A 26-24-et már láttuk. Szétverik a srácok a csengőt. Úgy látszik, talán már föl se férünk rá. Azért mégis veszek egy próbát. Mindjárt ilyen. Janika más is másolva. Megnézzük, kipróbáljuk. A gyönyörű üdörüléses kivitel. Klasszikus lyukasztóval. Próbáljuk megnézni, a 18-20 ezen talán kevesebben vannak. Nyitva is van a rács. Ez megint csak ilyen gyönyörűséges faszékekkel, padokkal van ellátva szép vadonatúj felújított bőrkapaszkodókkal. És hát itt van a jelzőcsengőnek a szíja. Én is kicsit gyerekeskedtem. Gyönyörű szép a futóműve is. Alsó fertelje. 1074, jaj de szép! Itt van egy frissen felújított hóseprő mozdony és a 7122. Próbáljuk befogni, egy kicsit kevés a hely. Bejutottunk a hógépbe. Kérdés, hogy megéli a holnapot. Ha esik a hó, akkor esőt ki el a villamos elől a sínről a havat. Ezt tudják, hogy hósebző mozdony. És szerényen itt a csarnok végében áldogál a szintén felújított 70-40-es muki. Sok minden nem láttok belőle, de azért ami látszik, azt mutatom. Na gyerekek, akkor nézzünk egy kis unimogot. Így néz ki nagyjából kívülről, és akkor kolléga úr azt mondta, hogy egy pillanatra belekukucskálhatunk. Már is mászok föl a hegyibe. És akkor nézzétek, hogy mennyi minden bizgere baszkura van itt szanasz éjjel. Felét se tudjuk, hogy micsoda, de minden esetre ezzel több 10 tonnás járműveket szanasz éjjel el lehet vonszolni, és akkor millió tükör van rajta. Hátul mindenféle csatló szerkezetek, és akkor nagyjából ennyi, nem is zavarjuk tovább a
járművet, hadd menjen tovább. Ja, és nagyon kényelmes volt, talán följön a szék. Nem gondolom. Tehát ráültem, utána megemelt a szék gyakorlatilag.